Az újszülöttek táplálásának optimális módja a szoptatás. Mind a magyar, mind nemzetközi szervezetek azt javasolják, hogy 6 hónapos korig kizárólag és igény szerint szoptassanak az édesanyák. Ez azt jelenti, hogy nem kell feltétlen fejni, amikor szoptat egy anyuka. Viszont gyakran előfordul, főleg az elején, az első pár hétben, pár hónapban, hogy jóval több az édesanya teje, mint a kisbaba igényelné. Ilyenkor, sőt még akkor is, amikor félnek az anyák, hogy elég lesz a tejük, elkezdenek pluszban fejni, ez a tej gyakran nem kerül el a saját kisbabájukhoz, és gyakran a csapban végzi. Azt szeretnénk kérni, hogy azok az édesanyák, akik plusz tejjel rendelkeznek, ne a csapba öntsék, keressék fel a védőnőjüket. Magyarországon 19 anyatejbank van, ahonnan a tej a koraszülött osztályokra, a beteg kisbabákhoz jut el. Fontos, hogy ezek az anyukák át tudják adni a tejüket, tehát kérjük, hogy keressék a védőnőjüket, és ezeket a tejeket adják le az anyatejbankba. Köszönjük szépen!